Csúnyán összetört autó ezen a nemrég Nyíregyházán történt baleset helyszínén készült felvételem. A biztosítók büntetik az elmúlt egy vagy több évben kárt okozó autósokat. Az érintett sofőrök szorzója egyes cégeknél akár többszöröse is lehet a kötelező felelősségbiztosítási alapdíjnak. Mivel a biztosítók azt akarják elérni, hogy az ilyen autósok menjenek inkább a konkurenciához. Az úgynevezett károkozói Puddi szúrja is a hatóságok szemét, derül ki a napi.hu cikkéből. Míg a Magyar Nemzeti Bank a biztosítóktól vár önmérsékletet, az ombudsman azt szeretné elérni, hogy maximálják az ilyen pótdíjak mértékét a megfelelő jogszabályokban. A piaci szereplők szerint azonban, ha nem szedhetnek be a károkozó autósoktól több pénzt a biztosítók, akkor a kármentesek fizethetnek magasabb díjat. Gyakorlatilag, mivel ez egy közös kockázati alap, hogyha valaki kevesebbet tesz be, annak ellenére, hogy kárt okoz, azok fognak többet fizetni, akik nem okoztak, lehet egész életükbe kárt másnak. Ennek ellenére, hogy a kockázat alapban megfelelő összeg bent legyen, ezért őnek többet kell majd fizetni. Én mondjuk ezzel a tervezettel nem is értenék egyet. Szerintem, aki kárt okoz, igenis fizessen nagyobb összeggel, járuljon nagyobb összeggel a kockázati alaphoz. Az MNB-nek az az eddigi gyakorlat sem tetszik, hogy a biztosítók bizonyos gépjármű kategóriákat irreálisan magas árakkal próbálják távol tartani maguktól. Így nem kötnek KGFV-t például vontatókra, buszokra, de van, ahol a robogósokat, motorosokat is kilistázzák. Idehaza egyébként 100 gépjárművezetőből 3-4 okoz kárt évente. Ennek a megtérítését ugyanakkor a többieknek is fizetnie kell. Az általunk megkérdezett alkus szerint új tarifákat hirdetnek a biztosítók, ha új KGFB törvényt hirdetnek. Pár évvel ezelőtt változott a törvény, a biztosító társaság 60 nappal előtte kell meghirdetnie, tehát évközben is meghirdethetik a biztosító társaságok az emelést, természetesen ezt csak az újaknál tudják érvényesíteni, évközben nem emelhetnek, csak majd évfordulónál. Vagyis a jövő januárban életbe lépő díjakat november 1-ig kell nyilvánosságra hozni. Eddig kell tehát a parlamentnek kihirdetni a törvényváltozást vagy új jogszabályt.